Nemzeti ünnepünk a magyar nemzet függetlenségéért és szabadságáért küzdő 1848-as forradalom és szabadságharcra emlékezünk március 15-én. Az egyik leggazdagabb jelentéstartalommal bíró nemzeti ünnepnek nevezte Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke március 15-ét. Közepes termésátlag mézből, a méh családok akár 70-80%-a is elpusztulhatott egyes méhészetekben az idei kemény tél miatt. Határidő, március 16-áig kell befizetni az első fél évben esedékes helyi adókat. A helyi iparűzési adóról szóló bevallásokat elektronikusan is benyújthatják az adózók a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. Tisztelet a bátraknak, a magyar nemzet függetlenségéért és szabadságáért küzdő 1848-as forradalom és szabadságharcra emlékezünk március 15-én. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az egyik leggazdagabb jelentéstartalommal bíró nemzeti ünnepünk március 15-e, mert olyan eseményekről szól, ami a haza érdekeit, a haladást és a polgári átalakulást segítette, mondta el Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke a megyei központi ünnepségen, ahol díjakat, kitüntetéseket is átadtak. Március 15-ére a kárpátaljai Makkos Jánosiban is megemlékeztek, Kemecsén pedig díszpolgári címet adományoztak. A szabadság nem alapjog, ezért érte, mindig mindenkinek küzdenie kell, kezdte ünnepi beszédét a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal főigazgatója napkoron. A 169 évvel ezelőtti forradalom és szabadságharcra emlékezve Polgári András kiemelte, 2017-ben is fontos szabadságunk és nemzeti identitásunk megőrzése. A márciusi ifjakra, valamint a szabadságért harcoló bátor nőkre és férfiakra együtt emlékezett napkoron a nagyközség, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye önkormányzata. 10 éve vezettük be ezt a hagyományt, talán már 10 év távlatából lehet hagyományról beszélni, hogy mindig a megye egy-egy településén a helyi közösségekkel együtt ünnepeljük nemzeti ünnepeinket. A leggazdagabb jelentéstartalmú ünnepünk talán március 15-e, hiszen a tavasztól, az újjászületés üzenetétől, az ifjúságon keresztül haza és haladás, polgári átalakulás, és még folytathatnám azokat a fontos eszméket, gondolatokat, amelyek március 15-éhez kötődnek mindannyiunk emlékezetében, gyerekkorunktól fogva. Egy fantasztikus ünnep, együtt van a nemzeti közösség, együtt ünnepeljük, hogy magyarok vagyunk, emlékezünk a dicsőséges harcokra, a forradalomra. Az ünnepségen Dani Attila tárogató művész, pusztadobos polgármesterének közéleti munkáját és hagyományápolását a megyei közgyűlés bronzplakettjével ismerték el. A sajtónapi kitüntetést Pap Attila sportriporter kapta, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakosságának tájékoztatása érdekében végzett áldozatos munkáját díjazták. A rendezvényen átadták a Napkor Nagyközségért díjat, valamint a Napkor Nagyközség kiváló pedagógusa díjat is. A polgármester az ünnepségen kiemelte, minden évben emlékezni kell a 48-as hősökre, arra, hogy a forradalmi lendület győzedelmeskedett a zsarnokság felett. Mi napkoron mind a három nemzeti ünnepet megünnepeljük természetesen a helyi egyházi közösségekkel. 3 történelmi egyház van jelen napkoron, és minden egyes nemzeti ünnepen valamelyik történelmi egyházzal közösen emlékezünk a hőseinkre. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a fiatalok tudják és ismerjék ezeket a példákat, amiket ugye úgy a 48-as szabadságharcosok is, mint az 56-os forradalmárok tanúsítottak, és az általános iskolai diákok bevonásával ezt évről évre megtesszük. A napkori megyei ünnepségen felléptek a 7-es, 8-os diákok, ünnepi zenés műsorral kedveskedtek az emlékezőknek. A kárpátaljai Makkos Jánosiban a Beregszászi és az Ungvári konzulátus közösen emlékezett a forradalom és szabadságharc eseményeire. A rendezvényen jelen volt a kijevi nagykövet is, aki azt hangsúlyozta,
A magyarok mindig is készek voltak a szabadságért harcolni, és akár meg is halni érte. Keskeny Ernő szerint ma más formában, de küzdeni kell a határon túl élő magyarokért. Példaként említette, hogy nemrégiben egy rendkívül szigorú nyelvtörvénytervezetet terjesztettek be az ukrán parlamentben, amely súlyosan korlátozná a magyarok anyanyelv használati jogait. A legnagyobb problémánk az említett nyelvkérdés, amely jelenleg az Alkotmánybíróság előtt van, és több képviselő kezdeményezésére az Alkotmánybíróság. Igaz, nem politikai okokból, de eljárásjogra hivatkozva elkívánja törölni. Jelenleg azért küzdünk, hogy ez ne történjen meg, mert számunkra ez a nyelvtörvény elfogadható. Az összes benyújtott tervezet ennél csak rosszabb lesz a kárpátai magyarság számára, tehát ez kifejezetten komoly problémát jelent számukra, és mi ebben próbálunk nekik segíteni. Ez ugyanúgy kihatna, ez a kérdés, az oktatási területre. Mi ragaszkodunk ahhoz, ami egyébként az összes kétoldalú szerződésben rögzítve van, de az ukrán belső jogszabályokban is rögzítve van, sőt az alkotmányban is rögzítve van, hogy a nemzeti kisebbségeknek joguk legyen minden szinten az anyanyelven való oktatásához. Ebből nem kívánunk engedni, ragaszkodunk a 48-hoz. A nagykövet hozzátette, az anyaország támogatása nélkül sokkal nehezebb lenne a Kárpátalján élők helyzete. Véleménye szerint a rendszerváltás óta nem kaptak akkora segítséget az itt élők, mint az utóbbi években. Katonazenekarral és emléksétával ünnepeltek a résztvevők a március 15-i rendezvényen Kemecsén. A megemlékezésen elhangzott 10 évvel ezelőtt a kegyeleti park létrehozásával új hagyományt teremtettek a településen. Annak idején folytak a tervezgetések, és úgy gondoltuk, hogy ide a 48-as hősök emlékére egy kegyeleti parkot hozunk létre. Megterveztük, megálmodtuk, majd pedig mertünk egy merészet gondolni, hogy Répási Mihály honvéd tábornok Hanvait Szegedről 2006-ban jó magam és a település vezetésének többi tagjával képviseletével hazahoztuk, majd 2007. március 14-én, március 15-i ünnepség keretei között egy újratemetési szertartás és emlékmű állítás keretében létrejött ez a kegyeleti park. Az ünnepségen díszpolgári címet is adományoztak. Idén Papcsák Ferenc politikus ügyvéd kapta az elismerést a településért tett példaértékű segítőkészségéért. 20 év munkájának a visszaigazolása, nagyon sok ember munkája van ebben, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt a címet elértem. Nyilván ez egy biztatás is, hogy vegyek részt a közéletben, és segítsem ezt a térséget, segítsem magát, ezt a várost, Kemecse városát, megérdemlik, nagyon szorgalmas emberek élnek itt. Az ünnepségen katonai tiszteletadással koszorúzták meg a Kemecsén született Répási Mihály honvéd tábornok és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kemecsei hőseinek emlékművét. Az idei hideg tél miatt komoly károk keletkeztek a méhészetekben. A részletekről mindjárt szólunk, előtte jöjjenek a híradó további témái. Március 16-áig kell befizetni az első fél évben esedékes helyi adókat. A helyi iparűzési adóról szóló bevallásukat elektronikusan is benyújthatják az adózók a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz. Szarka György személyében új elnöke van a Nyírbátori Asztali Tenisz Sportegyesületnek. A csapatot korábban játékosként, majd vezetőként szolgáló Szarka György érkezésével nem változik semmi. Célja továbbra is az, hogy minél több fiatalt segítsenek hozzá ahhoz, hogy eljussanak a legmagasabb szintre. A méh családok akár 70-80%-a is elpusztulhatott egyes méhészetekben, így ismét közepes termés átlagra számíthatnak a szakemberek. Ezt a nem megfelelő őszi atkaírtás, illetve az is okozhatta, hogy a méhek március elejéig nem tudtak kirepülni. Ahogy a hőmérséklet 12 Celsius fok fölé emelkedik, elhagyják a kaptárt, és az első virágport adó növényekre vándorolnak majd. Még zárva a kaptár, a méhek 12 Celsius fok alatt nem repülnek ki, bent körülbelül 25-35 fokos melegben vészelik át a téli időszakot.
A hideg hónapokban fürtalakban húzódnak a kaptár belsejébe, hogy hőszigetelő réteget képezzenek. Ha halk és egyenletes a kaptár belsejében az zúgás, akkor minden rendben van az állománnyal. Ha hangosak, akkor valami zavarja őket, ha pedig teljesen néma, akkor a méhek elpusztultak. Itt Domrádon ez az Országos Magyar Méhész Egyesület egyik bemutató telephelye, ahol fekvő és rakodó kaptárrendszert is használnak a szakemberek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében még két másik telephelyen összesen 300 családdal méhészkednek. A méhek számára jobb volt, hogy télen folyamatosan hideg volt az évelei hónapokban, nem pedig hideg és meleg időszakok váltották egymást. Ami esetleg itt a tél folyamán gondot okozott, november közepétől mondhatjuk február legvégéig vagy március elejéig nem volt kirepülése a méheknek, ezáltal nem tudtak ürítkezni, a elfogyasztott méznek a salakanyagja a belükbe felhalmozódott, és egyes helyeken belső ürítkezések alakultak ki a kaptárba. Ez nozémához, azaz a méhek súlyos gyomorvészéhez vezethet, ami a család pusztulását is okozhatja. A másik problémát a nem megfelelő őszi atkaírtás jelenti, így több méhészetben az állomány akár 70-80%-a is elpusztult. A termés átlag a vándorlásoktól is függ, itt a domrádi méhészetben átlagosan évente 40-70 hordó mézet készítenek, egy-egy hordóban körülbelül 170 kg van. Itt mindössze 3 család pusztult el a tél folyamán, így 142 méh családdal várják a tavaszt. Az első virágport, vagy nektárt és virágportadó növényekre tudunk vándorolni. Akinek van lehetőség a telephely szempontjából, hogy átéri telephelyen van, annak fűzre nem kell, hogy vándoroljon. Itt a vándorlási lehetőségünk a gyümölcsösre való vándorlások, és majd utána a repce. A megyénk területén nagyon kevés mennyiségű repce található, úgyhogy más megyékben van lehetőségünk elvándorolni, de még ennek az ideje majd április közepe fele lesz. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ártéri telephelyek vannak, így itt főleg a vadvirágok tudnak lehetőséget biztosítani a méhek fejlődésének. Egy méh egy átlagos napon akár 4-5 kiló hektárt is behordhat. Általában a kaptártól számított 3 kilométeres körben gyűjtik be ezeket. A méhészek már megfigyelték, hogy a térségben tavasszal hidegen van, mint a Dunántúlon, és később érkezik a jó idő, így a méheknek rövidebb idejük van felkészülni a nektárgyűjtésre. Iparűzési építmény vagy éppen gépjárműadó. Március 15-éig kell befizetni az első fél évben esedékes helyi adókat. A munkaszüneti nap miatt az idei határidő március 16-a csütörtök. Idén január 1-től az adózóknak lehetőségük van arra, hogy a helyi iparűzési adóról szóló bevallásokat elektronikusan nyújtsák be a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. Az adóalanyt azon településeken terheli az iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség, ahol a székhelye, illetőleg telephelye található. A nyíregyházi polgármesteri hivatal adóosztálya gépjárműadóból, iparűzési adóból, építményadóból és más helyi adókból összesen több mint 4 milliárd forintot vár. A megyeszékhely adóosztálya csütörtökön rendkívüli ügyfélfogadást tart, este 8 óráig várják az adózókat. Az adóelőleg fizetési kötelezettségének első részletét tehát most, a másodikat pedig szeptember 15-éig kell teljesíteni. Szarka György személyében új elnöke van a nyírbátori ASÉ-nak. Az elmúlt évtizedekben a keleti régió asztali tenisz fellegvárává váló egyesület célja továbbra is az, hogy minél több fiatalt segítsenek hozzá ahhoz, hogy eljussanak a legmagasabb szintre. Jelenleg Tölgyes Dorottya és Molnár Dávid szerepel a korosztályos válogatottban. A nyírbátori asztali tenisz életet az elmúlt években Majoros Bence neve fémjelezte. A korosztályos válogatott 21-es Európa-bajnoki ezüstérmes, ma már felnőtt válogatott versenyző fejlődése érdekében az egyesület éveken keresztül vállalta az extraligával járó terheket. Ma az NB1-ben szerepel a nyírbátori ASE, amelyet új elnök irányít. A csapatot korábban játékosként, majd vezetőként szolgáló Szarka György érkezésével nem változik az irányvonal, továbbra is az eddigi két legfontosabb tennivaló szerepel az első két helyen. Egyrészt összeszedni azt az anyagi hátteret, ami ahhoz szükséges, hogy fönt maradjunk és működni tudjunk, másrészt pedig összetenni a technikai részét ennek a dolognak. Alapvetően a célokat is együtt határozzuk meg, tehát nem nekem lesznek céljaim, hanem az egész csapatnak, az egész egyesületnek, amit való igaz, hogy Csekő Sanyi meg én formálunk. Az idei év és a jövő évek céljai az továbbra sem lehet más, mint amit
Csekő Sanyi elkezdett ebbe a városba, ebbe az egyesületbe kiépíteni, hogy a utánpótlás magyar élvonalbeli szintre emelte, és a mi célunk az, hogy ezt itt is tartsuk, illetve talán most már a Majoros Bence révén és az egyre jobb eredményeket elérő fiatalok révén a Molnár Dönci, a Tölgyes Dorottya és még egy-két további fiatal játékos révén a magyar élvonalat is meghaladó európai szintű játékosokat képezzünk. Ahhoz, hogy a játékosok fejlődése töretlen legyen, minőségi edzőkre és edzőpartnerekre van szükség. Rozsnyói Tibor és Fekete Soma alkalmazását a korábbi évek munkája elismeréseként kapott szövetségi támogatást tette lehetővé. A technikai hátteret nekünk nagyon nehéz megteremteni, mivel nagyon Budapest központú ez az egész sport. De az utóbbi időben a Magyar Atlétikai Szövetség is megpróbált egy kicsit kilépni ebből a Budapest centrikusságból, éppen ezért létrehozta az edzésközpontokat. A Kelet-Magyarországon 3 edzésközpont van. Az egyik edzésközponti címet azt pont Nyírbáton nyerte el a tavalyi évben. Ennek megfelelően anyagi támogatást is kapunk. Ezzel teljesen egyértelműen azt tudjuk szolgálni, hogy más városokból nagyon nagy tapasztalattal rendelkező edzőket és játékos edzőket hozzunk annak érdekében, hogy a nálunk, illetve a környéken lévő játékosoknak is rendkívül jó lehetőséget biztosítsunk. A nyírbátori férfi csapat jelenleg a bennmaradás jelentő 7. helyen áll az NB1 keleti csoportjában. Tölgyes Dorottya az elmúlt héten egy szlovákiai tornán állt asztalhoz, Molnár Dávid pedig ezen a héten egy olasz versenyen képviseli a magyar színeket. 4 mérkőzésből álló vereség sorozatát szakította meg a Kisvárda Mastergood MB2-es futballcsapata, amely a 24. fordulóban a Kozár Michelin ellen nyert 3-0-ra. Az idei első hazai mérkőzésen a második kisvárdai gólt Olá Gergő szerezte. Visszatalált a győzelem útjára a Kisvárda Mastergood, amely november 27-e után nyert újra mérkőzést az NB2-ben. A legutóbbi ceglédi siker alkalmával gólt szerzett Olá Gergő, aki vasárnap a Kozár Michelin elleni 3-0-ás siker alkalmával is bevette az ellenfél kapuját. A Szegedről igazolt, korábban Debrecenben az NB1-ben is lehetőséghez jutott játékos az előző fordulóban a Puskás Akadémia kapuját is bevette, ám a lövés előtt a játékvezető szabálytalanságot látott. Szerintem teljesen véleményes volt, tehát 50-50. Meg is lehetett volna adni, meg faltot is lehetett fújni szerintem. Tehát, hogyha most megadják azt a gólt, akkor nyugodtan lehetett volna reklamálni azért, hogy nem volt gól, de így, hogy nem adták meg, szerintem így is lehetett reklamálni, hogy gól volt. Hát jó, szépen eltaláltam. Hát ez van, jó lett volna a 91. percben, főleg, hogy csereként álltam be kiegyenlíteni, mert akkor nem nőtt volna a pont különbség köztünk, de mindegy. Jöttünk, dolgozunk tovább. A 28 éves futballista nem tartozik a csapat alapemberei közé, de már így is 3 gólnál tart a bajnokságban. Amikor a kezdő csapatban kap szerepet, nyilván duplán meg kell ragadnia a lehetőséget, amivel ezúttal élni tudott. Én ezért mindig megpróbálok mindent megtenni szerintem. A kitartásommal, meg a küzdeni akarásommal általában sikerül is. És remélem most is sikerült, meg bizonyítanom, hogy nyugodtan szállíthat rám a mester, és többet lehetek a kezdőcsapat tagja. Ahogy Olá Gergő, úgy a teljes kisvárdai csapat is legközelebb megint hazai pályán bizonyíthat, hiszen a hétközi 25. fordulóban a Soproni VSL lesz a vendégük. A mérkőzés csütörtökön 15 órakor kezdődik a Várkerti Katlanban. Híradunk végén, nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Tisztelet a bátraknak! A magyar nemzet függetlenségéért és szabadságáért küzdő 1848-as forradalom és szabadságharcra emlékezünk március 15-én. Az egyik leggazdagabb jelentéstartalommal bíró nemzeti ünnepünk március 15-e, mert olyan eseményekről szól, ami a haza érdekeit, a haladást és a polgári átalakulást segítette, mondta el Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közgyűlés elnöke a megyei központi ünnepségen, ahol díjakat, kitüntetéseket is átadtak. A méh családok akár 70-80%-a is elpusztulhatott egyes méhészetekben, így ismét közepes termés átlagra számítanak a szakemberek.
Ezt a nem megfelelő őszi atkaírtás, illetve az is okozhatta, hogy a méhek március elejéig nem tudtak kirepülni. Iparűzési, építmény vagy éppen gépjárműadó március 15-éig kell befizetni az első fél évben esedékes helyi adókat. A munkaszüneti nap miatt az idei határidő március 16-a csütörtök. A helyi iparűzési adóról szóló bevallásukat elektronikusan is benyújthatják az adózók a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták március 15-én szerdán. Friss hírekkel holnap este is várjuk Önöket. Híreinket addig is megtalálják honlapunkon. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!